A Búzda Hungarika egy olyan pályázati rendszer, melyben hátrányos helyzetű rászoruló diákok kaphatnak támogatást, akik nappali tagozatos teljes idejű jogviszonnyal rendelkeznek, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulnak. Bátaszéken az elmúlt évek statisztikája azt mutatta, hogy átlagban 20 kérelmező fordult az önkormányzathoz a támogatásért. Ez alól az elmúlt esztendő volt kivétel, akkor lényegesen kevesebben nyújtották be igényeiket. Ebben az évben is arról döntött a képviselőtestület, hogy 1.600.000 forintot különít erre a pályázatra, az ösztöndi pályázatra a jövő évben. Olyan diákok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőfokú tanulmányaikat, ők azonban csak azután kapják meg a támogatást, hogy bekerültek a megjelölt felsőoktatási intézménybe. Fontos feltétel, hogy a pályázati kiírás szerint azok lesznek jogosultak, akiknél a családban az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a 128.250 forintot, árva, félárva, illetve tartósan beteg esetén, tehát hogyha családban van tartósan beteg, akkor pedig a 142.500 forintot nem haladja meg az egyfőre jutó. A pályázat beadási határideje november 3-a, és a képviselőtestület úgy döntött, a Város Szociális Bizottsága dönt majd a pályázatról december 5-éig. A város által odaidélt összeg mellé a magyar állam minden győztes pályázó esetében maximum havi 5.000 forinttal járul majd hozzá a támogatáshoz.